Losonc Alpár a heti jegyzetében Agamben egy kötete kapcsán járja körbe, milyen jelentések tulajdoníthatóak Pilátushoz. A vallási, jogi és filozófiai kontextus külön hangsúlyt ad a pernek és az ítéletnek, a világ megmentésére irányuló kísérletnek és magának az átadás gesztusának. Losonc Alpárt hallják. Már jó ideje, nemhogy békén, Agamben kiskönyve, a Pilátus és Jézus. Olyan, mint egy elháríthatatlan reflexiósor, amely kiiktathatatlanul befészkelte magát gondolataimba. Eme könyv valójában bevilágít a szenvedés és a föltámadás husvéti dialektikájának mozgásrendjébe, a szenvedésből meríthető erő föltételrendszerébe. Giorgio Agamben, a baloldali Heideggerianizmus, sajátos színeit festő jogász-filozófus, igencsak befolyásolta az utóbbi évtizedeket, könyveinek kisugázása messzire terjedt. Ráadásul Agamben szívesen mozog a vallásfilozófia és a teológia terepén, például ő is mód felett fontosnak tartotta, hogy a részt vegyen a Pál apostol ténykedésének értelmezésére irányuló vitákba, és mindeközben bámulatos filológiai fölkészültséget és aszociációs készséget csillogtatott. És nem véletlen, hogy az említett könyvecskének címében Pilátus szerepel elsőként, ugyanis itt nem csak a szenvedő Istenre, hanem elsősorban a prokurátorra, a helytartóra vetül a fény, akinek bonyolult föllépése nem pusztán múltba vesző történelmi tény, hanem a kereszténység hatalmas paradoxonjait kifejező vonatkozás. Persze tudjuk, hogy Pilátus személye értelmezések tömkelegét hívta életre, maguk az evangéliumok is szétrajzó tolmácsolásokkal élnek. Én történetesen Helen Bond összefoglaló könyvéből tájékozódom, amely nem csak megmutatja az evangéliumokba fölselő különbségeket, hanem még fölvonultatja Philon és Josephus Flavius idevágó interpretációit is. Hova tovább Pilátust akár még lelkendező jelentések is övezik, mondjuk egy Nichénél, aki egyenesen a Biblia egyetlen valódi jellemének tartotta a római tisztviselőt. És így módosulnak a Pilátus személyek körül röpködő jelentések. Ott van például a Tétova, egyenesen hamleti helyzetbe taszított, akár gyávasággal is vádolható helytartó, akit még a felesége is arra figyelmeztet, hogy óckodjon attól, hogy erőszakot alkalmazzon a názáreti emberrel szemben, sőt, hogy idézzem, arra figyelmezteti férjét, hogy ne avatkozzon az igaz ember dolgába, hiszen ő, mármint az asszony, sokat szenvedett az álmában miatta. Amúgy Luther Márton ezt az ördög különös ármánykodásaként írta le. Aztán emlékszünk-e mondjuk Mihály Bulgakov Mester és Margarita című alkotására? És tudjuk-e, hogy ott van a ma sötétlő legenda is, miszerint Tiberius, a betegeskedő római császár, abban a hitben él, hogy Jeruzsálemben létezik egy bizonyos doktor Jézus, aki kivételes gyógyító képességekkel rendelkezik, és aztán Tiberius a császári meggyógyulási lehetőséget elparentáló Pilátust kemény büntetésben részesíti, aminek folytán a helytartó testét folyóba vetik. De hát ott van akár a kalkuláló hatalom tartó Pilátus is, aki számára a Jézussal szemben lefolytatott per a hatalmi technika egy részlete, vagy akár a kegyetlen, rideg tisztségviselő, aki a zsidó Szanhedrinnel szemben is halálos ítéleteket osztogat, azaz embereket küld a halálba. Nem beszélve arról, hogy van egy kristianizált és kultikus fénybe bevont Pilátus is, egyes apokrif evangéliumok élen járnak ebben. Már most visszatérve, Agamben az elmondottakhoz képest más felé vezet bennünket. Ő magának a pernek, a mi bellétét vonja radikális kérdezés alá. Az óvatlan értelmező jogászi szőszál hasogatást fedezhetne fel e helyütt, ám ez teljesen kizárt. Agamben az ítélet jelenségét teszi tárgyá. Volt-e a Jézusra vonatkozó folyamatban ítélet egyáltalán? létezetteit per egyáltalán, és létezhet-e per ítélet nélkül. Agámben egy tagadó szó csatol mindenhez, Pilátus lényét a nem ítélet írja körül. Minden esetre itt Agambentől függetlenül is emlékeztethetünk, ugyanis egy pillanat erejéig sem szabad feledni, hogy a kereszténység nem más, mint az ítélet aktusának hatalmas, folytonos, kimerítő bírálata. Így a szeretet és az ítélet szembálítása nélkül nincs kereszténység. És a farizeusokra irányuló bírálat sem lenne érthető az ítélkezés elutasítása nélkül. Tehát Jézus jelensége, dicsőségének fénye nem az ítélkezés aktusán ismerszik meg, hanem a világ megmentésére irányuló rendeltetésben. És a jog és a PER jelensége azért kínálkozik itt különösen fontos tárgynak, mert általa explicit módon fölszínre jut az, ami sajátos feszültségben áll a kereszténységgel, mármint az ítélkezés, az ítélethozatal. Tilbeli kifejeződése ezen feszültségnek azon jelenet, amikor legalábbis János evangéliuma szerint Pilátus kihozatja Jézust, és a törvénytevő székben, a kő nevezett székben trónolva veszi szemügyre a vádlottat. Az ezt megelőző párbeszédet Pilátus és Jézus között, amelyben váltakoznak az elterelési gesztosok, a kihagyások, a megszakítások, mindezt sokszor értelmezték már kétségtelenül az egyik legtöbbet értelmezett részlet arra vonatkozik, amikor Jézus úgy szól, és itt még mindig Jánosnál tartunk, hogy az ő országa nem erről a világról való. Ezeket az aspektusokat szokták az értelmezők a gyanú és az igazság perlekedésének, a szkepszis és az igazság egymásnak feszüléseként tolmácsolni így a hatalmat reprodukálni kívánó Pilátus egyre inkább bizonyossá válik a vádlott ártatlanságában, ám hitetlenkedve forgatja az igazság kategóriáját. Én viszont itt határozottan Agambennel tartok, aki nem gyanú és igazság, hanem két szétfeszülő, egybe hangolhatatlan igazság összeütközéséről beszél. Ráadásul különösen figyelemre méltó az a pillanat, amikor Pilátus a törvénytevő szék pozíciójából szólal meg, hiszen ez a Jézussal folytatott párbeszéd folyam után történik. Márpedig a római jogismerői erőteljesen figyelmeztetnek, hogy a jog szempontjából az ezen a székbe való beülést megelőző minden aspektus, mozzanat csak Privát jellegű lehet. Következésképpen Pilátus kutakodásának az igazság kapcsán nincs semmilyen procedurális jelentősége. Pilátus persze kapitulált, miután egy politikai fölkiáltással, miszerint nekünk nincs királyunk, csak császárunk, a zsidók sarokba szorítják a római prefektust, ám ő, procedurális értelemben csak közvetítő lehet, aki átadja Jézust az őt követelő tömegnek. Egy olyan teológiai tekinté, mint Karl Barth, amúgy már régen figyelmeztetett arra, hogy az átadás fogalma kivételes jelentőségű a Bibliában, nem pusztán egy technikai jellegű gesztusról van szó, hanem egy olyan fogalomról, amely a legfontosabb helyeken kerül napvilágra, így például Márk evangéliumában, miszerint az embernek a fia az emberek kezébe adatik. Ádámben teljesítménye, hogy körüljárja az átadás fogalmának vonatkozásait az evangéliumokban, és hogy erőteljesen kifejti, miszerint Pilátus személyéhez csak az átadás gesztusa kapcsolható. Agamben valójában tovább feszíti az okfejtést. Nem csak azt fontolgatja, hogy a törvényszékben való ülés előtt lezajlott párbeszéd hián van procedurális érvénynek, hanem egyáltalán azt állítja, hogy Pilátus későbbi ténykedése is kívül áll minden jogi procedurális kereten. Na de mit jelent az, hogy Pilátus nem élt az ítélet lehetőségével? Mit jelent azon állítás, hogy újra kell értelmezni a Jézusra irányuló pert a maga egészében? Az értelmezések itt is különbözőek. Egyesek szerint Jézus nem ítélték el, hanem egyszerűen megölték, Mások azt fejtegetik, hogy Jézussal szemben, mint egy nem római állampolgárral szemben, Pilátus csak az erőszak eszközövel tudott viszonyolni. Közben Agamben bírálat érte, nem felel meg a valóságnak, miszerint Pilátus nem hazott ítéletet, számtalan történelmi forrás bizonyítja, hogy igenis élt az ítélet hozata jogával, a kortársak és a későbbi értelmezők is rengeteg bizonyítékot vonultatnak fel, amelyek megkérdőlezik Agamben állításait. Én azonban azt gondolom, hogy fel kell ismerni a tétet. Itt valójában nem lehet tudni, hogy ki ítél meg kit, hogy ki a vádló és ki a vádlott, hogy vajon a római birodalom szempontjából, vagy a Jézus által szóbahozott ország távlatából történik-e az ítélkezés. A jogi és a vallásos értelmezés közötti mozgás valójában kifejezi ezt a kettősséget, amelyet már előlegeztem akkor, amikor szóba hoztam a kettős igazság gondolatát. Pilátus, és itt ismét Agambent idézem, egyszerre történelmi személy, a római birodalom kiküldött tisztségviselője és az isteni gondviselés keretein belül létező személy is. Így ő maga az ellentmondás. Egyszerre egy uralmi képlet kifejeződése és az isteni gondviselés része, amely megmutatja azt az utat, amely a szenvedéstől az üdvözülésig vezet. És amiben nagyon egyetértek Agambennel, Pilátus ledolgozhatatlan hátránya, hogy ő nem Isten fiú. Ő Jézussal szemben, és az örökké valósággal való konfrontációban csak a pőre ember, aki eleve nem mozoghat két síkon, nevezetesen vallásos és emberiségon. Az imént ismételten szóba hozott kettős igazság számomra azt jelenti, hogy számolnunk kell, az örökkivalóság és az időbeliség, a transzcendencia és a társadalom, a megváltás és az igazságosság kélezett kettősségével. Más a megváltás, amely csak a vallás felől értelmezhető, és más az igazságosság, amelyről a jog tehet. Jézus létezésének ellentmondásossága abban áll, hogy az ő országa valóban nem ebből a világból való, és mégis ebben az árnyékvilágban kell tanúbizonyságot tennie. A kereszt, a történelemben, a társadalomban nincs ennél nagyobb ellentmondás. Agamben úgy gondolja, hogy nincs is igazán szavunk arra, ami Jézussal történt. Valójában Jézus nem lehet elítélni, ő elítélhetetlen, csak át lehet adni valakinek, valakiknek. És az olasz filozófus még hozzáteszi, a féle befejezésként. Jézus pere a kortárs világ allegóriája. A modernitás ugyanis azt gondolja, hogy a történelem valójában ítélőszék, ám minthogy képtelen dönteni. Sorsa ennél fogva az állandó válság, azaz a döntés elodázása. Pilátus, aki nem tud ítéletet hozni, úgy fejezi ki a modern világot, hogy állandóan döntéseket kell hoznia, amelyek a semmibe futnak. És a következőt már én teszem hozzá. A kereszténység nem szociális vagy erkölcsi keretrendszer, hiszen ez oda rögzítené a létező világhoz, és elveszejtené azt, ami transzcendens benne. De a kereszténység nem is világon kívüli, ahogy az evangéliumok egyes sövegei sejtetik. Az a tény, hogy a szenvedő Isten a történelembe száll alá, hogy itt kell tanúbizonságot tenni az igazságról, mutatja létezésének mélységes ellentmondását, ám egyúttal történelmi nóvumát is.